Az Átlémez folyóirat tematikusan dolgozza fel Komárom-Esztergom megye művészeti hagyatékát, legyen a színház, irodalom vagy képzőművészet. A tatai képzőművészet értékei bele se fértek két kötetbe. Eredetileg csak egy számot terveztünk, mert az anyagi lehetőségek erre biztosítottak volna lehetőséget, de ebből kettő lett, sőt, be kell vallanom, amit a nagy közönségnek nem is mondtam el, hogy ebből kihagytunk egy óriási nagy anyagot, mert tudtuk, hogy nem bírjuk már finanszírozni a keramikusokat. És így lett tulajdonképpen csak képzőművészek, és a keramikusok össze volt gyűjtve az anyag, tehát megjelentethettük volna azt is, ha lett volna fedezet rá. 2008-ban indítottuk az első olyan számot, amely tulajdonképpen a Limesznek a külön számaként, művészeti külön számaként jelent meg. Ez évenként négy ilyen szám jelent meg, évenként egy-egy szám, és utána kezdtük rendes folyóiratként megjelentetni az Art Limest. Ki hinné, hogy például hiánypótló a mű akkor is, ha például Kerti Károly munkásságának feldolgozásáról van szó. Az édesapám művészete megérdemelne már egy komolyabb monográfiát, ahogy sok tatai művészről készült monográfia, az övé még várat magára, de ez egy valóban egy hiánypótló munka. Másik szempontból is örülök neki, mert a lányom is dolgozott ebben a kötetben, tehát ilyen szempontból is érintettek vagyunk. Egyébként is azt gondolom, hogy egy városnak talán az egyik legfontosabb dolga, hogy a művészeit, az alkotó embereit, azokat megbecsülje, számon tartsa, azokról megemlékezzen. Ahogy itt a bevezetőkben is elhangzott, egy várost ezt teszi várossá. Olyan sok rejtett érték van a városban, amiről még mindig nem tudunk. Minden ilyen alkalom, amikor egy kis szeletét ennek meg lehet mutatni, az mindig nagy öröm. Gondolom nem csak nekem, aki az édesapám révén érintett vagyok, hanem mindenkinek, aki majd ezt a könyvet kezébe veszi. A kiadványok iránt érdeklődni a polgármesteri hivatalban vagy a Móricz Zsigmond városi könyvtárban lehet.